szeretettel köszöntöm a sajtó megjelent munkatársait, és azon kívül is minden megjelentet mai sajtótájékoztatónkon, iroda átadónkon és utcafórumunkon, melynek lényege, hogy a Mi Hazánk Mozgalom tovább folytatja azt a körútját, azt a vidéki körútját, ami a kutak megadóztatásával kapcsolatosan indult, de már most inkább a sikerkommunikáció fogja átvenni a helyét, hiszen a Mi Hazánk Mozgalom meghátrálásra bírta a kormányt ebben a nagyon fontos ügyben, és elintéztük, hogy ne húzzanak le még egy bőrt a magyar emberekről, ne sarcolják tovább a magyar embereket. És hát ha vízgazdálkodásról akarunk beszélni, mert maga a törvény, amit jövő héten fogunk megszavazni, az ezt a nevet viseli, akkor talán elmondható lenne az is, hogy amíg én a Cserháton átértem, lehetett látni, hogy a tegnapi eső az milyen pusztítást végzett, mekkora mennyiségű víztömeg volt az, ami most gyakorlatilag elment ebből a térségből. Láthatjuk az agyvát, hogy meg van áradva, és a rossz hírem az, hogy miután a nagy folyóinkba fog torkolni, utána a tengerig magyar részről akadálytalanul fog elhaladni, hiszen egész egyszerűen mi ezeket a vizeket nem fogjuk fel. Tehát itt vízkormányzásról, vízgazdálkodásról nem lehet beszélni, éppen ezért ez a másik nagyon fontos terület, amit most a kutak után előtérbe fogunk helyezni, és azért fogunk dolgozni, hogy a Vodafone megvásárlása helyett, vagy mondjuk stadionok építése helyett, mondjuk a vízkormányzás legyen rendbetéve hazánkba, hiszen egészen elképesztő, hogy a Kárpát medencében, ami egy édesvíz bázis, egy édesvíz nagyhatalom, már van olyan terület, ami elsivatagosodik, és ha nem fogunk valamit tenni, akkor ez a folyamat, ez sajnos eszkalálódni fog. Aztán kérdéses, hogy egyáltalán visszafordítható lesz ez a folyamat. Tehát igazság szerint rengeteg olyan probléma van, ami megoldásra vár. Én azt gondolom, hogy van egy fiatal, életerős, tenni akaró párt, ez a Mi Hazánk Mozgalom, mi fel fogjuk karolni ezeket a problémákat, és mi azért fogunk dolgozni, hogy a magyar emberek végre egy élhető, normális hazában tudjanak élni. Most még nagy szeretettel köszönteném hivatalosan is kedves meghívott vendégünket, Torockai Lászlót, a Mi Hazánk Mozgalom alapító elnökét, illetve frakció vezetőjét, illetve a mellettünk álló urakat, dr. Pápai Ákost, ő a Heves vármegyei elnökünk, illetve Kismihók Tamás, ő pedig a választókerületi elnökünk. Én megkérném elnök urat, hogy ő is ossza meg velünk gondolatait, utána pedig átadnánk vármegyei elnök urunknak és választókerületi elnök úrnak is a szót. Parancsolj, elnök úr! Köszönöm szépen a meghívást, és mindenkelőtt köszönöm a helyi mi hazánkosoknak, hogy tartják a frontot, mert úgy, ahogy az előbb alelnök úr Dávid is elmondta már, olyan ügyek vannak, ami kizárólag a Mi Hazánk Mozgalom az egyetlen egy párt, amely ezekkel kapcsolatban egyáltalán megszólal a parlamentben, sőt, mi nem csak megszólalunk, hanem a kutakkal kapcsolatban már, ahogy az előbb hallhattuk is, sikerről is be tudunk számolni, hiszen minden jel szerint jövő héten szavazunk a parlamentben az úgynevezett kútamnestia törvényről, ami végérvényesen megoldhatja azt a problémát, amit egyszer már 2017-ben elodázott a kormány, hiszen 2023 év végéig kitolta a furt és ásott kutakra vonatkozó moratóriumot. Most viszont egy olyan törvényt fogunk a parlamentben elfogadni a Mi Hazánk Mozgalom nyomására, amely kimondja a kútamnestiát, aminek a lényege, bár elutasították éppen alelnök úr által beadott módosító javaslatot, ami ugye nem 50 méter talpmélységig, hanem 80 méteres talpmélységig biztosította volna ezt a fajta amnestiát, de ennek az ügynek a legfontosabb része az az, hogy a kútamnestiával azt mondja ki a kormány, hogy az 1885-ös törvény, aminek értelmében tulajdonképpen alkotmányos jogunk, a vízhez való jog, tehát az, hogyha az embernek a saját földterületén, a saját birtokán, a saját kertjében vizet talál, az az övé. Ez a legfontosabb, hogy ezt kérdőjelezték meg, és ez egy globális terv része, hiszen a Világgazdasági Fórum 10-15 éve beszél erről a tervről, most pedig már, ahogy az lenni szokott, az Európai Bizottság megvalósítja a Világgazdasági Fórum nyomására ezeket az őrült elképzeléseket. Itt valójában nem csak a furt kutakról, és nem csak az ásott kutakról van szó, hanem a víz státuszáról, tehát a víz fölötti kontroll a lényeg, a víz fölötti rendelkezés a lényeg. Mi ezzel egyedül mentünk szemben a Magyar Országgyűlésben, és ezért óriási dolog, hogy a Mi Hazánk aktivistái szerte az országban minden nap küzdenek és dolgoznak, mert hogyha nem lett volna ez a nyomás, hogyha nem járjuk az országot folyamatosan az elnökségi tagokkal, Dávid is körbejárta a fél országot, én is, akkor egészen biztos, hogy ezt a nyomást nem tudtuk volna a kormányra helyezni, és én hiába mondtam bármilyen szépívű beszédet a parlamentben, amire Orbán Viktor miniszterelnök válaszában azt válaszolta, hogy számíthat a Mi Hazánk Mozgalom a támogatására, nyilvánvalóan őrült maga a gondolat is, hogy Orbán Viktor kormánya előterjeszti
a kutak regisztrációjáról és jövőbeni adóztatásáról szóló tervezetet, aztán utána azt mondja a Mi Hazánk mozgalomnak, hogy ő is támogatja, hogy ezt elutasítsuk. Hát ez az óriási fordulat a miniszterelnöknél egyetlen egy dolog miatt következett be, amiatt, mert bár mi szép felszólásokat tartunk, igyekszünk tartani a parlamentben, de nem ez a döntő, hanem az a döntő, hogy mindenhol az országban kiállunk az utcákra, ahol nem lehet minket cenzúrázni, ahol nem lehet minket elhallgattatni. Ott vannak az aktivistáink, ott voltunk az országjárás során a vidék legtöbb pontján, és a vidéki magyaroknak nem kell azt elmagyarázni, hogy miért veszélyes az, ha az állam, amely elmulasztotta 221 éve, elmulasztja azt az országos átfogó vízgazdálkodási program megvalósítását, ami feltétel annak, hogy soha ne legyen gondunk a vízzel, hiszen van Magyarországon bőven víz, vízgazdálkodási programra van csak szükség, hogy ne engedjük például azt, hogy akár a Dunán, akár a Tiszán keresztül átfoljon, sőt több víz folyjon ki Magyarországról, mint amennyi befolyik. Ez nagyon egyszerű, és akkor még a mély rétegekben lévő óriási, hatalmas vízkincsünkről még nem is beszélek, ami világviszonylatban is egyedülálló. Tehát ebben az ügyben a nyomásgyakorlást az utcákon tudtuk végrehajtani, mert a vidéki embernek, ahogy mondtam, nem kell elmagyarázni, hogy ez miért nagyon fontos. A vidéki ember pontosan tudja azt, hogy nem a Tesco polcán terem az élelmiszer, hiszen van olyan ismerősünk, aki még foglalkozik akár a mezőgazdasággal, vagy éppen van egy kis kertje. És a vidék Magyarországának az elvesztésével a Fidesz azt kockáztatta volna, hogy a következő választásokat nem ő nyeri meg, hanem a Mi Hazánk mozgalom. Ezért és ettől ijedt meg a Fidesz, hiszen mindannyian tudjuk, hogy a Fidesz nem a budapesti választópolgárok tartják hatalmon, hanem a vidék Magyarországára támaszkodva tudja megnyerni a választásokat. És eddig a Fidesz hátradőlhetett, megsarcolhatta bármikor a vidéket, leépíthette, tönkretehette a mezőgazdaságot, hogy ne soroljam a vidék tönkretételének a menetét, ahogy bezárták a feldolgozó üzemeket annak idején, ahogy leépítették a vidéket. És ezt megtehette a Fidesz, amely bekebelezte a vidék régi pártját, a kisgazdapártot. Megtehette, mert azt mondta, hogy nincs rajtuk kívül senki. Hát a többi párt, mint a Momentum és a többiek, Budapest központú, belpesti, urbánus pártok. Csak hogy a Mi Hazánk mozgalom megjelenésével ez véget ért. Újra van olyan párt, amely együtt lélegzik a vidékkel, sőt, az ászlóbontás is az alföldi pusztán történt meg. És ezért tudunk mi nyomást gyakorolni a Fideszre. Mondhatnám úgy is, hogy a Mi Hazánk mozgalom megtalálta a Fidesz Achilleus sarkát, megtalálta azt a pontját, ami alapján a Fidesz megverhető, és bármikor legyőzhető, amire soha nem lennének képesek. Így van. A balliberális, globalista pártok. Mi ismerjük a magyar néplelket, ők nem ismerik. Mi vidékiek vagyunk, az alapítók jelentős része, és például Dávid is, és jó magam is kis települések, vidéki települések polgármesterei voltunk. Ezért tudtuk rákényszerelni a Fideszt ebben az ügyben a meghátrálásra, de nem ez egyetlen egy ügy. És ezt a sikert sem tudtuk volna végrehajtani, hogyha nincsenek mindenhol az ország minden pontján ott a Mi Hazánk mozgalom tagjai, aktivistái, akik önzetlenül, saját erőből, a saját szabad idejüket is feláldozva küzdenek az ilyen őrült, magyar ellenes, és részben ebben az esetben is mondhatom, hogy vidék ellenes intézkedésekkel szemben. Én ezért tartom óriási dolognak azt, hogy most is egy iroda megnyitón vagyunk itt jelen, mert ez is mutatja, hogy ott vagyunk az ország minden pontján, hogy az aktivistáinkra továbbra is számíthatunk, és ezt nagyon köszönöm nektek mindannyiótoknak, hiszen a Mi Hazánk mozgalomnak ellentétben a Fidesszel és a balliberális tömbbel, ezzel a két nagy tömbbel szemben nekünk nem a pénz az erőnk. A Fidesz mögött óriási pénzhatalom áll, médiabirodalommal. A balliberális, globalista oldal mögött óriási pénzhatalom, médiabirodalommal, csak ők ugye külföldről kapják a dollárban a pénzt a gazdáiktól. A Fidesz pedig a saját NER rendszeréből pumpálja ki, az államból pumpálja ki a pénzt. A Mi Hazánk mozgalomnak nincsenek oligarchái. Nem is akarunk oligarchákat. Nekünk az erőnk, a mi erőnk az az, amire tudunk támaszkodni, és ezek pedig ti vagytok. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt lehetek, köszönjük és óriási szépen. Nagy dolog, hogy átvághatom ezt a szallagot.